Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Nap mint nap, sőt, azt is mondhatnám, hogy szinte óráról órára érkeznek az információk az Olaszországban történt borzalmas gyilkosság ügyében. Mint tudják, az édesapa egyesületi kapcsolattartója, vagy úgy tetszik képviselője én voltam. És ebből kifolyólag döntően engem kérdez mindenki, hogy hogy áll a helyzet, mit tudtunk meg, és mi az, ami esetleg nem úgy volt, ahogy korábban gondoltuk, mi az, ami másként volt. Sikerül a felelősség tekintetében előrelépnünk. Hát természetesen itt most nem a gyilkos felelősségére gondolok, mert az megy a maga útján, hanem a hatóságok felelősségére, akik ha megfelelően jártak volna el, akkor a gyermek még élne. Hát valóban számos olyan információ látott most napvilágot, aminek alapján el kell mondanom, hogy több minden nem úgy néz ki, mint ahogy az elején képzeltük. Mindenek előtt kiderült, hogy az édesanyja már szeptember 15-én Olaszországban volt, tehát már 5 nappal azelőtt, hogy meghozta a bíróság ezt a bizonyos döntését a gyermek egy napon belüli kiadásáról. Tehát az a teória már bukik, hogy amiatt ment volna ki, hogy ne kelljen átadni a gyereket, mert akkor még nem volt meg a határozat, ő már ez előtt elment a gyerekkel együtt, és már Olaszországban tudta meg, hogy ez a határozat megszületett. Ami azonban a továbbiakat illeti, ott a következő érdekes fejlemények vannak. Mi ugye megtettük a feljelentést halált okozó munkaköri veszélyeztetés, tehát gondatlan munkaköri veszélyeztetés miatt, ugye a gyámhivatalokkal és a rendőrséggel, tehát ugye a 13. kerületi rendőrkapitánysággal szemben. Ugye nem konkrét személyekkel szemben, mert nem tudjuk, hogy kik a konkrét felelősök, tehát ezen szervezetek állományába tartozó ismeretlen elkövetőkkel szemben. Kérem szépen, ma érkezett meg a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályának határozata, amelyben a 13. kerületi rendőrkapitányság vonatkozásában a feljelentést bűncselekmény hiányában elutasították. A gyámhivatalok vonatkozásában pedig továbbadták ugye az illetékes hatóságnak. Ugye ott, ha minden igaz, akkor ott rendőrségnek kell abban az ügyben eljárnia. Ugye rendőri szerv esetén a Központi Nyomozó Főügyészség lett volna ugye a megfelelő hatáskörrel rendelkező szerv. Miután viszont azt a részét kivették, tehát ugye a rendőrséggel szembeni feljelentést elutasították, így a gyámhivatalok felelősségének vizsgálata az már nem erre a hatóságra tartozik, azt majd egy másik hatóság eldönti. Ami azonban a lényeges, és azt most mondom, a 13. kerületi rendőrkapitányság felé egyfajta korrekt helyreigazításként, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Főügyészség határozata, amiben megalapították, hogy bűncselekmény a 13. kerületi kapitányság részéről nem történt, megalapozott. Tehát valóban nem az a leányzó fekvése, mint ezt korábban gondoltuk. Ennek persze megvan a maga oka döntően az, hogy össze-vissza beszéltek, és ugye maguk a rendőrök is össze-vissza beszéltek. Ennek megfelelően még inkább össze-visszaság lett ugye a médiumok egymással versengő sorában, hogy ki tud előbb információt szolgáltatni. Az más kérdés, hogy nyilván a gyors információval mindig fönnáll az a veszély, nem biztos, hogy alapos. Na szóval ugye folyamatosan arról beszéltek, hogy a rendőrség nem adta ki a körözést, a rendőrség nem adta ki az elfogató parancsot, a rendőrség csak itthonra lépett, külföldre nem. Na kérem szépen a következő helyzet, tehát most alaposan végignézte a Központi Nyomozó Főügyészség az iratokat, az, hogy mikor, mi és hol történt. Na most, eleve ha tudjuk azt, hogy az anya az elképzeléseikkel szemben már nem volt itt szeptember 15-én sem, onnantól kezdve itt akármit csinált a rendőrség, bement, nem ment be, kereste, nem kereste, gyakorlatilag ennek eredménye már nem lehetett. Tehát most nincs értelme vizsgálni, hogy egyébként mi lett volna, ha meg szakszerű lett volna, mert nem volt már jelentősége, mert tényszerűen nem volt itthon az anya. Egyetlen egy kérdésnek volt jelentősége, ez pedig az elfogató parancs, ugyanis pontosan tudjuk, hogy 29-én ugye az elfogató parancs az kiadásra került, és azt is tudjuk, hogy 30-án kétszer is belefutott volna az olasz rendőrségbe, és megfogták volna az anyát, még mielőtt megöli a gyermeket, amennyiben európai
vagy nemzetközi elfogató parancs is ki lett volna adva. Ugye ezzel kapcsolatban is mindenféle hazudozás megjelent. Tehát olvastunk olyat, hogy a rendőrség nyilatkozott, miszerint ki lett adva a nemzetközi körözés, nem lett kiadva. Ez világos, az ember fölmegy a polisz.hu-ra, és látja, hogy ott nincs nemzetközi körözés, egyetlen egy körözés volt Bradács Katalinnal szemben, a hazai. Na most azonban meg kell nézni, hogy ki a felelőse, és ez most kiderült. Ugye már a Kékfény című műsorban, amiben én is részt vettem, őszintén szóval, hát nem sikerült valami különösebben színvonalasra, most nem az én részvételem, most ahhoz képest, hogy fél órát beszélgettünk, ugye a felvételen talán összességében nincs egy perc, amennyit belőle leadtak, tehát néhány szót csak, hogy most minél több arcél lenjen meg, szerintem nem volt igazából összeszedett meg, ugye rendezett az egész történet, majd lesznek ennél sokkal összeszedettebbek is, tehát például a Live TV-ben tegnap nagyon szép műsor volt, és ugye a negyed órányi, ma pedig ugye felvételt készítettünk az ATV-ben, a Jakub Csek Gabival, amiben egyébként rajtam kívül a másik szereplő, az a orosz Bernadett, az, akit néhány évvel ezelőtt borzalmasan összevertek, és akinek valószínűleg segíteni is fogunk tudni, mert most nagyon egyszerűen fogalmazva nem a megfelelő szervezethez fordult szerintem, azért nem történik semmi az ügyeiben. Ugye patentról van szó. Na kérem szépen, a rövid lényege, hogy itt viszont egy fél órás műsor lesz körülbelül, és itt azért már lehetett normálisan kifejteni mindent. És persze már több információ is volt, hiszen az édesapa tegnap volt Olaszországban, és tett vallomást. Az ottani büntetőjog Európa egyik legfejlettebb büntetőjoga, nem tudom pontosan, hogy hogy működik, de az a lényeg, hogy ott nem rendőr hallgatja ki, hanem rendőrségen, de bíró hallgatta ki az apukát. Gondolom talán a magyar nyomozási bírónak felelhet meg, de az is lehet, hogy tévedek. És annyit árultak el neki, hogy minden jel arra utal, hogy itt egy kifejezetten előre eltervezett gyilkosságról van szó. Tehát magyarán szóval az anya már szeptember közepén azért ment ki Olaszországba, és azzal ment ki Olaszországba, hogy olyan már nem fogja visszahozni a gyereket. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy ott könnyebb, mit tudom, úgy végrehajtani ezt a cselekményt, hogy ne derüljön ki, vagy nem tudom milyen megfontolásból. Nyilvánvalóan ilyen helyzetekben nehéz, hogy is mondjam, épp logikával követi, hogy mit, hogyan gondolhatott. Annyi talán beleférhet, hogy ott azért a büntetési tételek és általában a büntetés végrehajtás enyhébbek, mint nálunk. Na de ebben a körben én nem hiszem, hogy ugye a legsúlyosabbnál enyhébbet lehet kapni, az meg ott is az, ami nálunk. Az ott is az, és hát azért a női börtönök is körülbelül ugyanúgy néznek ki, mint nálunk. Az etnikai összetételük is hasonló, hát ott gyerekgyilkos anyára borzalom, hogy mi vár. Ugyanúgy, ahogy egyébként itt is. Tehát ebben szerintem nem lesz különbség. Na most viszont térjünk vissza a felelősségre, mert ez nagyon fontos. És most azzal kezdeném, hogy információim szerint, amit most néhány perc alatt meg tudtam szerezni, ugye a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányság adja ki a körözést. Hangsúlyozom, hogy a nemzetközi vagy európai körözést is, azzal, hogy azt ő kezdeményezi. Mégpedig az ügyésznél. Na most megint csak azt mondom, hogy feltételezem, mert egyszerűen nem találtam meg, de minden logika erre utal, hogy a kerületi kapitányságnak nyilván a kerületi, tehát a hozzátartozó kerületi ügyészségen kell ezt kezdeményezni, és aztán a kerületi ügyészség a nyomozóbíróhoz viszi, és az fogja aláírni majd ezt a körözést. Na most ezt pillanatok alatt meg lehet oldani, tehát amikor sürgős a helyzet, akkor az azt jelenti, hogy a rendőrség akár egy telefonon, akár egy járőrrel megy oda, viszi az ügyészhez, hogy azonnal tessék ezt megoldani, az ügyész pedig, ha kell, akár rendőrkocsival, bármivel, rögtön megtalálja a nyomozóbírót. Lehet, hogy az a munkahelyén lesz, hanem akkor otthon találják meg, íratják alá vele a papírt, és már megy is ki a körözés. Tehát ezt 29-én még gyakorlatilag a hazai körözéssel együtt ki lehetett volna adni. Tehát ennek a lehetősége, technikai feltételei fennálltak. Egyébként hallottunk már olyan mellébeszélést is, hogy nem sikerült feltölteni, meg mi egyéb. Csak hogy a Kékfényben viszont hallottuk nyilatkozni a kerületi ügyészség valakiét. Őszintén szóval nem tudom, nézzék meg, hát ha valaki ismeri. Ezek sajnos nem közismert személyek. Nem véletlenül, mert általában csak sötétben mernek kimenni az utcára, akkor is eltakart arccal, hogy nehogy megismerjék őket. Hát valószínűleg nem véletlenül, mert a társadalmi hasznosságuk az akkora, hogy saját szeretett népüktől is félniük kell. Nem csodálom.
Nekem is volt már hozzájuk szerencsém, ennél mocskosabb, szemetebb ügyészséget, mint az 5.-13. kerületi ügyészség nem láttam. Ezt nyugodtan kimerem mondani, itt minden van, koncepciós eljárások, mutyi, trágya, amit csak el lehet képzelni. Az is igaz, hogy elég széles kör tartozik hozzájuk. No, meg két alkalmatlan vezető. No, a lényeg, hogy kérem szépen, az ügyészség azt nyilatkozta a kékfényben, hogy nem álltak fenn az elfogató parancs, mármint az európai vagy a nemzetközi elfogató parancs kiadásának, és valami olyanra utaltak, ugye, hogy a cselekmény tárgyi súlya, ezt mindent meg kell nézni, és a tárgyi súlya az nem. Na most elnézést, kedves ügyész urak, és most itt nevén nevezem a két vezetőt, Nagy Gabriella és azt hiszem talán Légrádi Péter, mint helyettes. Nem tudom, hogy pontosan most önök közül volt valaki, hát ha valaki, akkor Légrádi, mert nem ismerem személy szerint, de férfi nyilatkozott, vagy esetleg egy szóvivő volt, vagy mindegy. De aki ott a televízióban nyilatkozott, az egy hazug gazember. Aki a kékfénynek nyilatkozott. És nem tetszik neki, amit mondok, nyugodtan pereljen be érte. Ugyanis nincs olyan feltétele az európai nemzetközi elfogató parancsnak, vagy körözésnek, miszerint cselekmény tárgyi súlya. Nincs ilyen feltétele. Tehát el kell olvasni, itt a videó alatt majd meg fogják látni, mert PDF-ben a teljes anyagot leközlöm, hogy mik a feltételek. Borzalmasan egyszerű, az európai elfogató parancs feltétele az, hogy ugye köztudottan Európában tartózkodjon a személy, tehát vagy legalábbis adat legyen rá, hogy Európában van, de már a hazáján kívül, tehát valamelyik európai országban tartózkodik, és legalább 12 havi szabadságvesztéssel is büntethető, tehát aminek a felső tétele 12 havi szabadságvesztés legalább, tehát ilyen bűncselekménnyel gyanúsítsák. Na most, tetszenek tudni, ez azt jelenti, hogy 12 hónap az nálam egy év, ez szerintem Magyarországon a legenyhébb szabadságvesztési tétel is ennyi, az egy évvel terjedő szabadságvesztés. Tehát gyakorlatilag minden olyan BTK tényállásban, amely szabadságvesztéssel is büntethető, van helye elfogató parancs kiadásának Európában. Aki azt állítja, hogy itt a cselekmény tárgyi súlya bármiféle kógás jogszabályi rendelkezés szerint figyelembe kell venni, az hazudik. Bizony, kedves 5. és 13. kerületi ügyészség, aki a kékfénynek nyilatkozott, az hazudott. Az mosni akarta a saját mocskát, vagy bocsánat, az önök mocskát, személy szerint nem tudom, hogy melyikükét. Azt se tudom, hogy a vezető járt el, Nagy Gabriella, vagy a helyettes Légrádi Péter, vagy esetleg valami tutyimutyi idióta. De egyet tudok, hogy miatta halt meg a gyerek. Hogy élne még a gyerek, hogyha az a gazember elvitte volna a nyomozási bíróhoz az indítványt, és kiadták volna a nemzetközi körözést. Bocsássanak meg, de az ember, nem mondom, nekem egyébként is tele van a hócipőm ezzel a szemét mocskos társulattal, de hogy ilyet megjátszani, hogy a kékfényben ilyen nyilatkozatokat összehazudni, ez egyszerűen felháborító. Na most, amit én kaptam most a regionális nyomozó ügyészségtől, ott már nincs hivatkozás, hogy miért nem álltak fenn a feltételei, ott csupán annyi van benne, hogy az ügyészség, a kerületi ügyészség nem látta fennállni az elfogató parancs feltételeit. De most tessenek figyelni egy picit. Ugye az alaphelyzet az az volt, hogy kiskorú elhelyezésének megváltoztatása bűncselekmény gyanúja állt fenn. Illetve ezért tett feljelentést apuka. Csakhogy, egyébként hozzátéve itt rögtön az elején, hogy az is egy egyéves szabadságvesztéssel már büntethető cselekmény. Tehát elég ahhoz, hogy elfogató parancsot adjanak ki rá Európában. De apuka ugyancsak emiatt tett feljelentést, de csatolta a bíróság ideiglenes intézkedését, amiben viszont borzalmas dolgok szerepeltek. Olyan anyagok, amelyek messze menően megalapozzák az ennél sokkal súlyosabb, akár 5 évi szabadságvesztéssel is büntethető, kiskorú veszélyeztetésének büntettét is, tehát mint gyanút. És tudják, mit az igazán érdekes? Hogy ezt a rendőrség észrevette. A 13. kerületi rendőrkapitányság ugyanis már, amikor itt az 13. kerületi ügyészségen előterjesztette a nemzetközi, illetve európai elfogató parancs kiadására a kérelmet, az indítványt,
akkor jelezték, hogy az adatok alapján kiskorú elhelyezésének megváltoztatása és a súlyosabb bűncselekmény, a kiskorú veszélyeztetése is fennáll, tehát mind a kettő gyanú megáll. És akkor mit állítanak ezek a gazemberek? Hogy nem állt fenn a feltétele a nemzetközi elfogadó parancsnak. Na most akkor én azt mondom, kedves 5. és 13. kerületi ügyészség, kedves dr. Nagy Gabriella, kedves dr. Légrádi Péter, hogy legyenek szívesek hivatalos nyilatkozatot kiadni, ha úgy tetszik, a magyar ügyészség honlapján közzétéve, minden ember számára. Melyikük volt az, aki ezt az elfogató parancsot megtorpedózta, és pontosan jelölje meg, hogy milyen alapon, milyen jogszabályi alapon. Tegye oda azt a jogszabályi rendelkezést, ami azt mondja, hogy egy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény esetén nem lehet kiadni elfogató parancsot Európában, amikor tudjuk, hogy Olaszországban van az elkövető. No, kedves Légrádi Péter, kedves Nagy Gabriella, még egyszer mondom, nem tudom, hogy melyikük a felelős. Illetve, hogy egyáltalán önök intézték-e, vagy mondom, valamelyik idióta barom önöknél. Mert van egy-kettő. Nem tudom. De önök tudják. És azért egy valamit ne felejtsünk el. Kedves doktor Nagy Gabriella, ezt most önnek mondom, hogy ön az intézmény vezetője. És legjobb tudomásom szerint az intézmény vezetőt azért egy személyi felelősség terheli, akkor is, ha esetleg nem ön csinálta ezt a produkciót. Mert ha más csinálta, akkor ön, bocsánat, de alkalmazott egy tökéletesen alkalmatlan embert, akinek az intézkedése nyomán, ugye, végső soron, lehet, hogy előre ki nem számítható módon, de meghalt egy gyermek, aki még élne, hogyha az illető tudta volna, hogy mi a feladata. Kérem szépen, amennyiben úgy gondolják, hogy ebben bárhol tévedtem, akár a személyi felelősség, akár bárki más részéről, akkor nyilván az illető jelentkezik, és meg fogom követni, és ki is fogom ide írni, sőt, akár külön videóban elnézést fogok tőle kérni. Ezt tudom mondani. Még akkor is esetleg kiderül, hogy nem is így alakul az illetékesség, csak mit tudom én, a nyomozó ügyészség rossz információt adott nekem. Jó? Tehát legegyszerűbben inkább azt mondom, hogy mindazt, amit most mondtam, beleértve a gazembert, beleértve azt, hogy a gyermeket végül is közvetve ő ölte meg, annak a személynek szól, aki a 13. kerületi rendőrkapitányságnak az indítványát megtagadta, aki kijelentette, hogy itt nem állnak fenn a nemzetközi, illetve európai elfogadó parancs kiadásának feltételei. Annak az ügyésznek szól, amit mondtam. Mert az az ügyész egy gazember. Egy közvetett gyermekgyilkos. Tetszik vagy nem tetszik? Ez az álláspontom. Kérje számon rajtam, jó? Jelentkezzen, hogy én voltam az. Akár jöjjön ide, jó? És megvitatjuk itt a kamera előtt. Ő elmondja, hogy miért. Én meg eléteszem a jogszabályt, és megnézzük, hogy ő a jogi diplomájával, vagy én a jogi diploma nélküli rendelkező személy tudom jól a jogszabályt. De azért, hogy egyszerűbb legyen, még egyszer mondom, kiteszem a PDF-et a videó alá, önök elolvashatják, hogy mi a feltétele annak, hogy európai elfogató parancsot ki lehessen adni. És össze lehet hasonlítani azzal, amit az ügyészség nyilatkozott. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.